Szervusztok, ti kedves hallgatók, ez a Hétmesterlövésze szokás szerint 3-tól 5-ig szombaton, a 98-os frekvencián, más szóval a Rádiókafén. A mikrofonok mögött Vida Viktor kollégámmal, illetve az én saját személyemmel találkozhattok, nem csak hogy a mai napon, de Liam Neesonnal is. Még hogyha ennek így tulajdonképpen így egyeztetésileg semmi különösebb értelme vagy jelentése sem volt. Annak ellenére én azt kívánom nektek, hogy töltsetek el két élményekben és tapasztalatban gazdag órát a mi társaságunkban, és ismerkedjetek meg ennek az egészen kiváló írszínésznek az életművével, amely hát számos filmre rúg, és hát bevallom, hogy én nekem az egyik kedvencemről van szó. Hi, I'm Liam Neeson. Sziasztok, Vida Viktor vagyok. Igen. Hát lássuk csak. Ez itt elsőrendűen egy színpadi színészről van szó, aki valahogy, hogy nem bekerült Hollywoodnak a kegyeibe, és akkor utána Hollywood fölkapta őt. Tehát ez nem volt mindig így. Természetesen beskatolyázták, ő az egyik ír színész. Igen. Ha van egy ír szerep, mondjuk egy 1916-os ír lázadót kell eljátszani, aki Michael Collins névre hallgatott annak idején, akkor ő kapja meg a szerepet. Igen, vagy hogyha ő hozzá hasonló, nem tudom én, Robert McGregort kell meg eljátszani, aki egyébként úgy tudom, hogy skult, de legalábbis olyasmi. Igen, és akkor is ő kéznél van. Hát így az ő karrierje az két szakaszra oszlik, az egyik az az 1993-ig terjedő időszak, ameddig jóformán nem kapott főszerepet, de hát szerintem a Darkman című ilyen B-kategóriás akciótriller volt az egyetlen, aminek a főszerepét eljátszhatta. Hát igen, ez vitatott, mert ugye most, hogy vagy a Schindler listája 93-ban, vagy a Darkman 90-ben, de könyörgöm, ki hallott a Darkman című filmről? Azt írja a Wikipédia, hogy szakmai és közönség sikert aratott, én a nevét nem hallottam. Kit érdekel a Darkman című film? Tehát most ezt hagyjuk, én egyébként láttam, de hát... És miről szól? Hát így... Ilyen képregényős, mint a Superman, meg igen, a Batman? Igen, valami, hogy most úgy emlékszem, hogy képes arra, hogy átváltozzon, és ilyen arcokat vegyen fel. Vagy az abszolút nem hozzáillő szerep, legalábbis így első hallásra, minden esetre ő maga is a színpadot választotta ezek után állítólag. Nem ahhoz a figurához illő, akit megismertünk 93 után, mert hogy 93 előtt gyakorlatilag csak mellékszerepeket kapott, és nem hordozta őt a pajzsán Hollywood. De azután, hogy Spielberg alá nyúlt, és a Schindler listájának a címszereplőjévé tette. A felesége kezdve... közbejárására, hogy egy kis pletykát is eláruljunk. Ez egy jó választás volt szerintem. Tehát a Spielberg, amikor a Schindler listáját elkezdte forgatni, akkor úgy gondolta, hogy nem A-kategóriás színészekkel fog együtt dolgozni, hanem olyan színészekkel, akik ugyan kiválóak, de eddig még nem kerültek az igazi reflektorfénybe. Hát például Eperjes Károly, aki aztán Ralph Fiennes által legyőzetett a szerepér. Ez komoly? Igen, az Eperjes az versenyben volt a szerepér. Felmerült Eperjes a neve, versenyben volt az Among Us-nek a szerepér. Szerintem nagyon jól is el tudta volna játszani. Mekkora lehetőség lett volna ez az Eperjesnek? Gondolj bele, hogy hol tartana most Eperjes Károly, hogyha ő kapja meg azt a szerepet. Hogy mennyire kevésen múlik egy karrier. És mennyire sok kell egy karrier ez, hogyha Magyarországról indulsz? Szóval a Schindler listájában ugye a Ben Kingsley, a Ralph Fiennes, meg a Liam Neeson játszották a három főszerepet. Egyikük sem az a címlapsztár. De három egészen kiváló, kivételesen tehetséges színészről beszélünk. És hát a Schindler listája az meggyőzte Hollywoodot arról, hogy ez egy kiváló színész, és onnantól kezdve főszerepek sorban, és A-kategóriás filmek sorban. Most ezek közül... De ha ma azt mondjuk, hogy Liam Neeson, akkor szerintem a legtöbb hallgatónknak a Baljós Árnyak című szörnyűséges Csillagok háborúja folytatás jut eszébe. Szerintem a legtöbben, főleg 10 vagy 20 évesek, azok ennek könyvelik el. És akkor nézzük meg, hogy a Steven Spielberg féle Schindler listája és a Baljós Árnyak között mi az az a szerep típus, ahova Hollywood öt berakta. Tehát azt mondjuk, hogy Liam Neeson, akkor egy milyen típusú karakterre gondolunk? Szerintem egy színész, aki félúton van Patrick Swayze és Harrison Ford között. Tehát egy kicsit ilyen sármos, de nem ebből él, hogy ő mennyire sármos. Kicsit ilyen akcióhős, de nem is annyira akcióhős. Tehát egy
Ha valaki nem ismeri Liam Neeson-t, akkor ezt mondanám, hogy képzelj el egy színészt, aki éppen át akar változni Patrick Swayze-ből Harrison Ford-rá, és valahol itt a felénél megrekedt. Ő nem egy mai szuperhős, tehát nem egy ilyen cinikus, egomán, narcisztikus, nagy dumás, pénzéhes szuperhőst játszik, mint mondjuk amilyen cinikus alakokat a Harrison Ford főleg a karrierje elején eljátszott, hanem ő a lovak, tehát ő a kicsit a 19. századból itt ragadt típus, és van néhány nagy tulajdonsága, vagy tulajdonság csoportja, az egyik, hogy nagyon jól tud eljátszani barátot, társat, tanár, doktort, és ő a szerető, ő az érzékeny, a romantikus, aki tud sírni, és emellett azért egy nagy darab kemény, és ha kell, akkor odacsap típusú ember, és ebből keveredett ki egy olyan elegy, ami miatt nem véletlenül gyakran rábíznak lázadókat, vagy sorstól üldözött szerencsétlen, nyughatatlan alakokat. Ez kicsit ilyen 19. századi figura itt a 20. század végén, 21. század elején. Na hát akit nagyon tud játszani, az ilyen maximálisan azonosulható hős. Abszolút. Valamint a nagyon-nagyon érzékeny, kicsit talán szentimentális, de mindenképpen ilyen nagyon-nagyon intelligens, nagyon kifinomult figurákat tud nagyon jól eljátszani. Érdekes, hogy lesz egy filmünk, ami gyakorlatilag egy western, vagy egy párbaj film, és ott az elején, mint a kitörne ebből a figurából, de azért aztán vannak, a film végére vissza. Jó, azért vannak itt kísérletek, amelyekben megpróbálták ő vele eljátszatni az ettől ellentétes karaktereket is. Például? Hát például a Batman kezdődikben ott egy intrikus karaktert játszik, csak hogy egyetlen példát említsek. Szóval most milyen filmeket lehet említeni? Az Atomcsapda, az szerintem pont a Harrison Forddal játszik együtt, az szerintem egy kifejezetten nézhető film. Akkor a Nyomorultak feldolgozásában, mert hogy azt így úristen hányszor dolgozták föl, ahol Jean Valjean-t játsza, ott is érdemes őt megtekinteni. A Baljós árnyakat hagyjuk, de Liam Neeson szerintem a Qui-Gon Jinnnak a szerepében kifejezetten emlékezetes és kifejezetten karizmatikus. Tehát, hogy jól játszik ott. Igen, határozottan jól játszik, tehát hogy a Jedit is jól hozza. És abszolút neki való szerep, hát a lovag, ugye a Jedi lovag. A Rob Roy az egy kiváló történelmi kalandfilm, és hát az a szökés, amit a hídon előad, az fantasztikus. Tehát amikor a Tim Roth-nak a torkára csavarja rá a saját láncát, majd leugrik a hídról, és le kell őt vágni, gyakorlatilag el kell vágni az ő kötelét, különben megfojtja a Tim Roth-ot. Tehát, hogy az olyan, mint amikor valaki kirakja a Rubik kockát. Tehát, hogy az egyetlen egy módszerrel, az egyetlen egy megoldással. Tehát az egy brilliáns jelenet. Ez nekem nagyon megmaradt. De hát azért nagyon-nagyon-nagyon jelentős szerepe az mindenképpen a Schindler listájának a cím szerepe. Egy nagy fokú jelenfejlődést kell eljátszania, ugye egy ilyen végtelenül cinikus, mágnás. Igen, egy karrierista rohadékból. Aki mellett majdnem elmegy a második világháború, úgyhogy különösebben meg sem érinti. Hát csak anyagilag, ugye? Viszont az pozitívan. Igen, és hát ebből válik egy ilyen erkölcsi magaslaton álló hőssé. Az igazából szerelem nyálas, de jó, és Liam jut eszembe rögtön a filmről a fiával együtt. Jó, hát az rettenetes pillanat, amikor elhangzik a tételmondat, hogy apa, csináljuk ki magunkat szerelemmel! Vagy valami ilyesmi hangzik el, és én annyira szégyenkeztem. De ez nem a Hugh Grant-es, brit elnökös, karácsonyos, gicses, szirupos. Ez mindaz. Ami Gyurcsány Ferencet egy táncra ihlette a film alapján. Igen, aki úgy érezte, hogy ő Tony Blair. Ő kicsit Tony Blair. Négy szívvel életében szeretett volna Tony Blair lenni. És Tony Blair táncol egy filmben. Csak én azt szeretném tudni, hogy abban a filmben ugye az amerikai elnököt, az amerikai elnök meg a brit miniszterelnök azok összevesznek, főleg valami nőn ráadásul, egy elég nevetséges tekintettel, hogy hát azért inkább veszettek volna össze az iraki szerepvállaláson, vagy bármi egyébben, vagy egyéb hazugságokon. Abban hatalmas egyetértés volt. És hát nem értem. Tehát nem értem, hogy Tony Blairből miért csináltak egy ilyen rebellis brit miniszterelnököt, aki fogja magát és lerázza magáról az amerikai elnöknek ezt a jótékony halálos ölelését. De gondolod, hogy csinálniuk kellett van egy filmet, ami a valóságot mutatja meg, hogy egy csatlós, egy papucs, egy ilyen sodródó
nem, militarista. Nem ártott volna. Igen. Most egy irák kérdeztél, ja. Igen, kellett volna. Nem ártott volna. Szóval aztán, amik miatt inkább el vagyunk keseredve, az például a Narnia krónikáinak a Caspian hercegben vállalt szerepe, akkor a Taken című film, ami egy ilyen francia akciófilm, és a Luc Bessonnak a producersége révén jutott hozzá ehhez a szerephez a Liam Neeson, és tulajdonképpen a 24 című tévésorozatnak az egy az egybe az ellopása, és egy, amikor megpróbálnak egy teljes évadot, ami 24 epizódból áll, beletuszkolni egy 93 perces filmbe, az azért hát ritkán sikerül jól. Tehát, hogy ezek miatt azért inkább el vagyunk keseredve. De hát van egy egészen konkrét film, amelyről az első blogban beszélni kívánunk, ez pedig még a Schindler listáját megelőző években készült, ugyanis hát nem a Spielberg volt az egyetlen, aki felismerte a Liam Neesonnak a tehetségét, hanem például a Woody Allen, aki az 1992-es Férjek és feleségek című filmjében szerepeltette Liam Neesont. Kiváló választás volt a Férjek és feleségek című filmben a Liam Neesonnak a szerepeltetése a Woody Allen részéről. És a Woody Allen nagyon jól válogatta maga mellé a szereplőket ebben a filmben, tehát mind zseniális. Hogyha ilyen érzékeny New York-i intellektuelt kell választani, aki Mahler koncertekre jár, akkor a Liam Neesonhoz mindig biztos kézzel lehet nyúlni. Itt ebben a filmben a Woody Allen mellett a Judy Davis az, aki emlékezeteset nyújt, ugye itt van Mia Farrow, akivel a gyakorlatilag a szakításukat megelőző, vagy hát a válásukat megelőző utolsó közös munkájuk a Férjek és feleségek. Aztán Liam Neeson mellett még Sidney Pollackot, a híres filmrendezőt is itt találjuk a szereplők névsorában. És hát persze Woody Allen, aki Gabe-et játszott. Ugye Gabe Roth és Judy Roth, vagyis a Woody Allen. Gabe az nem a felesége? Nem, a felesége az Judy. Gabe és Judy kapcsolatának, valamint az ő barátaiknak, ugye Sally-nek és Jack-nek a házassága az, ami a történet középpontjában áll. Igazából a film arról szól, hogy mitől jó egy házasság. Tehát azt a titkot próbálja megfejteni, hogy hogyan lehet működő egy házasság. És gyakorlatilag az a feszültség megy végig az összes házasságon, történeten, amiben belelátunk, hogy azonosíthatjuk-e a házasságot a romantikus szerelemmel, aminek az európai kultúrában úgy Róma és Júlia óta van egy iszonyatosan nagy kultusza. És nagyon jó passzol az elmúlt 100 években egyre inkább individualistává és fogyasztóivá vált társadalomban. Mert hogyha csak individuum van, ha csak fogyasztás van, akkor mindent übel a romantikus szerelem, és semmi más nem számít, mint az én személyiség fejlődésem, amelyben úgy jutok előre, hogy mint zsombékról zsombékra ugrálok a különböző kapcsolataimban előre. De mi van, hogyha nem csak individuum létezik, hanem közösségek, házasság, és hát ugye elkezdett szétesni a család, mint olyan, aztán az atomizált család is az utóbbi évtizedekben az utolsókat rúgja, és akkor felvetődik a kérdés, hogy jó, de ki fogja felnevelni a gyerekeket, vagy hogy jó-e a gyerekeknek, hogyha szétesett családokban nőnek fel. Vagy hogy a szétesett családoknak a tagjai azok miért is akarnának egyedül megöregedni, amikor 20 évek meg 25 évek állnak mögöttük, és pusztán egy kisebb, nagyobb szexuális vihar nyomán miért kéne felrúgni mindent, amit addig felépítettek. És aztán persze fél év után farkukat behúzva iszkolnak vissza egymáshoz. Már ami Jacket és Sallyt illeti. A helyzet nagyon más Gabe-bel és Judy-val, akik hát külön utakon kezdenek el járni. Judy aztán végül a Sally-nek a korábbi szeretője Michael mellett köt ki, akit a Liam Neeson játszik. A Gabe, akit a Woody Allen játszik, pedig elkezd udvarolni az egyik tanítványának, Rainnek, akit Juliette Lewis játszik, és hát ez meglehetősen önéletrajzi ihletésű. Tehát az évszám itt, az itt kulcs, tehát vannak filmek, ahol az évszám kulcs. 92-es ugye a film, uh-huh. És 92-ben robbant ki a botrány, ami évekkel áttartó pereskedést vont maga után,
és 93-ban volt is egy ítélet, amiben a bíró azt mondta Woody Allenre, hogy önteltsége, ítélőképességének hiánya, elszánt támadása, és ezzel minden eddig okozott seb elmélyítése okot ad rá, hogy a gyerekeit csak megfigyelés mellett láthassa, és hogy miért hoztak ilyen szigorú ítéletet, hát rengeteg gyerekük volt, de ezek nevelt gyerekek voltak, és volt egy ázsiai származású közös gyereke Mia Farrow-val, akibe beleszeretett a Woody Allen, és azóta hát el is vette, és gyerekeik lettek később. 97-ben vette feleségül, tehát jó több évvel később. És akkor 92-ben csinál egy ilyen filmet, szinte biztos, hogy még a botrány előtt, mert nem tartjuk valószínűleg, hogy Mia Farrow ezek után bármit játszott volna a Woody Allen filmjébe. Közvetlenül a botrány kirobbanása előtt éppen egy filmet csinál, ami a házasságról szól, hogy milyen a jó házasság, és amit elmondhatjuk, és hogy aminek az a vége, hogy a Mia Farrow meg a Woody Allen szakítanak. De tulajdonképpen a Mia Farrow szakít vele, mert ők ugye egy házaspárt játszanak, amik a valóságban is voltak. És mi más lehetett volna az oka ennek? Hogy ő vele szakít a Mia Farrow, és ő közben pedig megtartóztatja magát, és a diák lányra nemet tud mondani egy romantikus, hosszú szülinapi csók után, és a munkába menekül. Hát ez valami olyan oltári nagy hazugság, hogy ezt nem lehet eltekinteni a kontextust, a saját életének a kontextusától a Woody Allen esetében, olyan, mint egy Szabó filmet néznénk. Ahol a probléma felvetés az pontosan olyan, mint az életben, csak a megoldás valahogy nem az, vagy valahogy sosem igazán az. Vagy valahol nem, valahol a stáblistában valami hibázik, tehát hogy így a nevekkel valami el van írva. Szóval, hát olyan, mintha képmutató lenne ez a Woody Allen. Elképesztően képmutató, tehát, amikor, és hazug, viszont maga a film szórakoztató, humoros, éles látású, és... Szóval, hogy Woody Allen, amikor éppen a nevelt lányát dugja, akkor egy olyan filmet forgat, amelyben a tanítványával hát így majdnem összejön, de képes rá, hogy nemet mondjon erre, és képes rá, hogy a korkülönbségre, a nagy korkülönbségre való hivatkozva, tekintette. Igen, azt mondja, hogy hát ezt nem, ezt azért ő mégsem teszi meg. Mondjuk és a Woody Allen, talán emlékszünk arra, hogy az Annie Hall című filmnek mi a vége. Az a vége, hogy Annie és Elvie összejönnek, de csak egy színdarabban, amit Elvie írt. És Elvie Singer azzal érvel, hogy hát most mit csodálkozik a kedves néző, mire való a művészet arra, hogy megvalósítsuk azt, amit az életben nem sikerült. Na hát itt most pontosan ezzel találkozunk. Nem sikerült kihagyni a fiatal bukszát Woody Allennek az életben, hát mire való a művészet? A művészetben legyártott egy alter egót saját maga számára Gabe Roth személyében. Hát így nem esít a művészet, és ezek miatt az életrajzi kavarok miatt, amik aztán később kiderültek, elmondhatjuk, hogy ez a Férjek és Felségek című film Woody Allennek talán az egyik leghazugabb, de ugyanakkor a legkevésbé cinikus filmje, valami olyannal vívódott itt a saját életébe is, amiről a film maga szól, tehát itt a cinizmust azt takaréklángra vette, és nagyon őszintén, nagyon filozófikusan próbál megválaszolni olyan kérdéseket, hogy mi a hűség, honnan ered, mi a házasság, mi a jó házasság, mi a szerelem, mi a csábítás, van egy nagyon fontos mondat. Van egy nagyon fontos kulcsmondat a filmben, amikor az elhagyott feleség azt mondja, hogy persze mindig van egy fiatalabb széria. És ez így van. Tehát, és itt nem csak... Woody Allen esetében meg főleg. És igen, és itt hárommal fiatalabb széria is mindig van. És a fiatalt azt itt be lehet helyettesíteni a bármire, tehát gazdagabbra, vagy éppen sikeresebbre. Tehát a kulcskérdés az, hogy mi a fontos nekem egy házasságban, és hogy tudok-e magamra úgy tekinteni, hogy nem biztos, hogy mindig fiatal leszek sikeres és egyre sikeresebb, hanem lehet, hogy idős emberként a nyálcsorgató, szenilis, szerencsétlen valaki leszek, akinek nem biztos, hogy az jó, ha úgy hal meg, hogy teljesen egyedül él egy elfekvőbe, vagy egy sötétített lakásba. Mielőtt nagyon széles társadalmi mintát vennénk, és azt próbálnánk meg azonosítani, vagy arra vonatkozó következtetéseket próbálnánk levonni a Férjek és Feleségek című Woody Allen filmből, azért lássuk azt, hogy itt New York-i értelmiségiekről beszélünk, akik már mondom, Mahler koncertekre járnak, sőt, Manhattaniek, tehát hogy és végtelen entelektelek, kijönnek a Mahlerről, és megegyeznek, hogy fantasztikus volt, de utána a feleség az széjjel szedi, széjjel elemzi a Mahlert úgy egy perc alatt, hogy utána már képtelenség azt mondani rá, hogy tényleg jó volt, szóval azt de jó, hogy elmentünk. Szóval azt kell látni, hogy ezek az emberek, ezek maximálisan figyelik és elemzik a saját életüket, és ízeire szedik, és minden
és minden folyamatosan reflektálnak, és folyamatosan dekonstruálják, és újra konstruálják ezt. De mindeközben azt kell látni, hogy az életükre alapvetően ez még sincs különösebb kihatással, mert a szerelemnek, meg a szexualitásnak van egy alapvető biológiája, meg van egy alapvető kémiája. És itt az ellentmondás, és itt a feszültség folyamatosan ezek között zajlik. És van egy alapvető pszichológiája. Hogy hogyan, de igen, de nem elég a pszichológia, tehát hogy gyakorlatilag érvekkel, meg megfigyelésekkel, meg tapasztalati tényekkel, meg a saját életünkből, meg a közös életünkből levont következtetésekkel nem fejthető meg, és nem érthető meg egy kapcsolat, egy házasság, nem érthetőek meg a vonzalmak, az elhidegülésnek a módja és mikéntje. Tehát, hogy ezekre a folyamatokra olyan módon hatással lenni nem tudnak a filmnek a hősei. Vida Viktorral, és még mindig a Férjek és feleségek című filmről beszélgetünk, amelynek hát így nagyon-nagyon sok olyan vonatkozása van, amely hát így újabb és újabb tanulságokra enged következtetni, meg újabb és újabb a saját életünkre vonatkozó megértéseket és következtetéseket is a felszínre segít. A barátoknak a reakciói azokra az élménybeszámolókra, amelyek a saját életünket illetik, azok annyira jellemzőek, az, hogy a barátok mindig a saját életüket és a saját sorsukat akarják igazolni a te sorsoddal. Tehát, ha ők éppen kapcsolatban vannak, akkor föl vannak háborúdva, és ki vannak akadva azon, hogy te szakítasz, vagy hogy te kilépsz egy házasságból. Miért? Mert ők is rettenetesen unják már a házasságukat, de valami bent tartja őket, és hogyha a barátjuknak az életében és a sorsában ugyanezt látják teljesülni, akkor azáltal megerősítve érzik magukat, hogy igen, ez a jó út, igen, így kell csinálni, és így jó csinálni. De ha én szakítok, és kilépek egy házasságból, rögtön elkezdem a környezetemnek is azt magyarázni, hogy el se tudjátok képzelni, hogy milyen jó, milyen boldog vagyok egyedül, mennyire, milyen jó szabadnak lenni. Próbáljátok ki ti is. Tehát, hogy a barátok arra használják egymást, hogy a saját sorsukat és a saját kvázi tévedéseiket igazolják. Mert nincsenek helyes döntések, és nincsenek tévedések. Döntések vannak, és utána érzések, benyomások vannak arra vonatkozóan, hogy ez a döntés vajon helyes volt, vagy helytelen volt. És mivel, hogy mindig bizonytalanok vagyunk, egy nagy megerősítés a számunkra a saját döntésünket illetően, hogyha a környezetünk leképezi a saját döntéseinket. Tulajdonképpen a környezetünkkel akarjuk eljátszatni a saját szerepeinket, mert hogyha sokan csináljuk, már is csordában érezzük magunkat. Biztos jól csináljuk. Hogy jól csináljuk, biztosan jól csináljuk. És ez ebben a filmben annyira erőteljesen és annyira intenzíven jön keresztül, hogy az egészen kiváló. A filmnek a hitelessége, a jeleneteknek, a szituációknak az a vitalitása az olyan mértékű, hogy még a Woody Allen filmek közül is kiri ebben a tekintetben. Nincsenek olcsó poénok, mert a Woody Allen imádja olcsó poénokkal tönkrevágni egy szituációnak a hitelességet, amit imádunk egyébként, meg borzasztóan élvezünk, meg hülyére röhögjük magunkat. Persze rajta. Ebbe is vannak, de nagy tudjuk, dumák, élet, meg igen, vicc, de humor, tudjuk, ebbe hogy a filmben is van. Van, de nem, van, de nem, a, de nem adja el a filmet. Igen, de nem, marad, nem az zajlik, ami, ami az Eniholban. Ez nem egy vígjáték. Tehát, hogy, tudjuk jól, hogy az nem az élet. Röhögünk rajta, mert egy isteni film, de nem az élet. Ez a film meg olyan, mint az élet. Ez a film tényleg olyan, mint az élet. Hát csak a kameramozgást, hogyha nézed, hát igazából mai szemmel már kicsit idegesítő, bele lehet szédülni. A filmbe végig a kamera valamilyen oszlopot talál, és balról jobbról mozog, mint hogyha egy ember lenne jelen abban a térben, és próbálná kilesni, vagy bekapcsolódni a társalgásba. Tehát ennek a filmek óriási előnyei vannak, van benne humor, vannak benne óriási nagy dumák, filozófikus, és tényleg nagyon őszintén jár körbe egy témát, és hogyha egy kicsit odafigyelünk, akkor tényleg olyan bölcsességet tehetünk magunkévá, amit több év alatt se is nehéz elsajátítani, hogy a hűség az igazából elhatározás kérdése, hogy a szeretetben mennyi munka van, hogy a legjobb házasságot is szét lehet aggódni, hogy kérdezősködni, hát hogyha odamész a partnerhez és elkezded kérdezgetni, hogy boldog vagy? De igazán boldog vagy? De boldog vagy velem? És mindig boldog vagy? Pontosan. Miért nem vagy mindig szét boldog? Nem, hát arról van szó, hogy a kérdezősködéssel, meg az elemzéssel szét lehet cincálni a legjobb házasságot is. Igen, mert hogy a jó benne az nem kimondható, az nem megfejthető, hanem a jó benne az önfelett, a jó benne az a léttel
szinoním, és nem pedig a kimondott szóval. Tehát ha valami jó, akkor azt hagyni kell, és nem pedig szétcincálni, nem pedig ízeire boncolni, mert gyakorlatilag tönkre lehet vele tenni. Azt hiszem, hogy a Woody Allennek a nőkkel való kapcsolata az jó példa erre, meg úgy általában a filmjében elég jól dokumentálva és elég jól regisztrálva van az, hogy a Woody Allen hol tolja el a nőkkel való kapcsolatát. Azt gondolom, hogy valami nagyon hasonlóról beszélünk. Olyan felejthetetlen jelenetek, olyan szituációk vannak a filmben. Már a nyitó jelenet zseniális, amikor a barátjázas pár bejelenti Flegmán könnyedén, de erőltetett könnyedsége, hogy szétköltözünk, és már, mennének is az étterembe. De a barátok, akik meg szintén szét szeretnének költözni, mert egy katasztrófa a házasságuk, meg elkezdik értetlenkedni, botrányt csinálni. Mind a kettő kétségbe esik, hogy ezek miért válnak el, hiszen ha ezek elválnak, akkor nekünk is el kéne? Akkor mi, talán mi is megtehetnénk, és talán az lenne a legjobb, de nem, azt nem lehet, kapaszkodunk egymásba, de ha ők el tudják engedni magukat, akkor rögtön kétségbe esünk. Tehát, hogy így igazából mindenki a saját elcseszett életét akarja a környezetének a sorsa által igazolni. Ezért ezeket a tanácsokat, amiket a barátaitok adnak nektek, kedves hallgatók, mindig nagyon jól méricskéjétek meg, hogy vajon nem a saját sorsát akarja igazolni ezáltal? Vajon nem? Mert mindig a normalitásnak a középpontjában, amerre rángatni a barátok akarnak téged, valahogy mindig érdekes módon ő áll. Mindig ő az, aki a legnormálisabb, a legideálisabb életet éli. De kérdés, hogyha az ő élete annyira ideális és olyan kiválóan érzi magát benne, akkor miért akar belerángatni téged is ugyanabba a sorsba, ha ő egyáltalán nem bizonytalan, hogyha nem általad akarja igazolni a saját tévedéseit? Szóval ezek azért jó kérdések. Az én számomra a legjelentékenyebb és a legtanulságosabb jelenet az a filmnek a végén, amikor az újra összejött Jack és Sally számolnak be arról, hogy milyen kiváló a házasságuk, és milyen jól tették, hogy újra összejöttek, és a hogy... kamerának, mert igen, ugye a filmet végigkísérik a Woody Allen filmekben gyakran látott fogás, hogy egy ilyen szociológiai interjúszerű jelenetek, ahogy a kamerában mondják az érzéseiket, véleményeket, ami a filmben játszódik. Hát tulajdonképpen narrálják a film cselekményét. És olyan bölcs mondatokat mondanak el a végén, hogy a szerelemben nem a romantika számít, nem a szenvedély a lényeg, hanem hogy társak vagyunk. Ez fontos, hogy dogma, hogy egy igazán sikeres kapcsolat, az dogmákon kell, hogy alapuljon, mert ami érzelmeken alapul, az olyan, mintha egy házat homokra építenél. Érzelmek jönnek, mennek. Azért persze, tehát hogy ő garantáltan bele fogsz ugyanúgy szeretni valaki másba, ahogy ő belé beleszerettél. Nem árt, hogyha az elején van némi romantika. De ha nem hozod meg azokat a dogmákat, hogy igenis ő vele, és igenis jóban, rosszban, igenis betegségben, szegénységben, igenis holtodiglan, holtomiglan, stb., akkor az a ház, az a felépítmény, ami a házasság, az menthetetlenül össze fog omlani. Az én számomra a legemlékezetesebb jelenet az a legvége, amikor Sally és Jack beszámolnak az ő sikertörténetükről, és hát a riporter megkérdezi tőlük, hogy és hát a szexuális problémák, és legőszintébben mondják, hogy azok továbbra is megoldatlanok, de megtanultuk őket besöpörni a szőnyeg alá. Nagyon jól menedzseljük, és remekül működik. Tehát akkor, és amikor és erről itt a szőnyeg alá söprés nem valami bűn, hanem valami bölcs megoldás. De nem lehet ezzel mit csinálni, hát könyörgöm. Egy házasság akkor működik, ha egymás irigójáit képesek vagyunk elviselni. De ezen nincsen mit megoldani, Sally frigid. És ilyen igenis van. Sally, a filmnek a hősnője frigid. Ezt a problémát nem lehet megoldani. Egy olyan nő... a legjobb, amit egy ilyen problémával tehetsz, hogy besöpröd a szőnyeg alá. Megpróbáltak szakítani, nem tudtak szétválni, Jack visszament Sallyhez, innentől kezdve ezt a problémát máshogy már nem lehet kezelni. Egy olyan nő, aki a legjobb szeretővel való szeretkezés közben is azon jártatja az eszét, miután megállapította, hogy milyen jó ez a férfi az ágyba, hogy Michael egy sündisznó, Jack viszont egy róka, majd az összes ismerősén végigmegy és bekategorizálja őket, vagy a róka, vagy a sündisznó kategóriába, bármit is jelentsen. Egy ilyen nőt nyilvánvalóan elég nehéz lehet elélveztetni. Na de lépjünk is tovább, hiszen a Liam Neeson életmű gazdag. Az és ez igazából nem egy Liam Neeson film, ő itt csak egy szerepet játszik. Igen, igen, de kiválóan is ez mutatja azt, hogy a Woody Allen már a Schindler listája előtt pontosan tudta, hogy kihez kell nyúlni, hogyha egy nagyon érzékeny Manhattani intellektuált kell eljátszani. Liam Neeson egy titokzatos karakter, és mind a négy mai filmje valamilyen titokba avat be minket. Ez volt a jó házasság titka, és most pedig következik egy remete lánynak a titokzatos élete, aki az erdőben él. Na igen, ő Nella remete lány, akit a Jodie Foster játszik, és szintén kiválóan, azt mondhatom. Egy szerintem nagyon erős sztori, amely egyrészt egy
egy romantikus történet a szónak nem a szerelmi, nem elsőrendűen a szerelmi értelmében, hanem a szónak van egy ilyen klasszikusabb értelme, ugye ez egy 19. századi korstílus, az utolsó egységes korstílus. A természet a imádata, a technicizált társadalom elutasítása, vissza a természethez, az érzelmek. És a modernitásnak az elutasítása. De ugyanakkor viszont egy nagyon... Fenséges. Igen, de ugyanakkor viszont egy nagyon erőteljes pszichológiai tanulmány is, amely mint egy párhuzamosan fut ezzel a romantikus értelmezéssel. Ha valakinek a férfinemmel való egyetlen találkozása erőszakos volt, aha, mert megerőszakolták, azt mondja a lányának, hogy szörnyetegek, gonosztevők, gószok. Hát persze. Na igen, és Violet beszélhetett Nellnek az erőszakról. De vajon hogy? Kaa a hasoba. Kést a hasba. Elnézést. Nyársat. Nell mondta? Igen. Ezért nem jár ki nappal. Szándékosan belé táplált szorongás. Nappal gyakrabban előfordul az erőszak. Nem, de akkor látják. Violet nem akarta, hogy lássák Nellt. Igen, ez hihető. Tehát, mit teszünk a szorongókkal? Szembesítjük őket a félelmükkel, közömbösítjük a félelmüket. Megtehetjük. Hé! Hey. Ne, ne kapkodjon. Maga férfi, go off! Várjon, nem, én nem vagyok. Vagyis, de, az vagyok, férfi, zőalka. Őrző angyalka. Én az űrangyala vagyok. Na hát, nagyszerű. Akkor segítsen rajta. Nerről van szó, akit az agyvérzett anyja nevelt fel. Úgyhogy nem engedte ki a napfénybe, csak este mehetett ki a házból. Hát az anyjának az a tragikus sors jutott, hogy egyetlen egy szexuális aktusban vehetett részt, tehát abba is erőszakkal kényszerítették bele, és hát ő utána azt a következtetést vonta le, amint azt hallhattátok, hogy a férfiak azok ragadozók, akik a nőkre lesnek. Ezért visszavonult egy erdei lakba, egy remete lakba, és ott nevelgette két lányát. És újabb trauma a Judy Foster által játszott főhős számára, hogy a testvérét elveszti gyerekkorában. Igen, gyerekkorában meghal a testvére. Tehát többszörösen traumatizált. Igen. És agyvérzett anyja nem tud normálisan beszélni, és ő se tud normálisan beszélni, megtanulni, mert az egyetlen ember, akit ismer, az az anyja az erdőben. Egy sajátos nyelven beszél az ő agyvérzett anyja, és ne ezt a nyelvet tanulja meg. És hát nem lehet vele igazából kapcsolatba lépni. A filmnek az első felében a diagnózis Nellel kapcsolatban az, hogy ő fogyatékos. Tehát konkrétan elmebeteg. A gumiszobában. Akarják zárni, igen. És aztán a Dr. Jerome Lovell, akit a Liam Neeson játszik, ő jön rá arra, hogy ez a lány, ez valójában teljesen normális és 100%-os már ami az értelmi képességeit illeti, csak nem azt a nyelvet beszéli, amely nyelvet mi mindannyian beszélünk, és senki nincs, aki azt a nyelvet beszélni, amit ő. Tehát ahhoz, hogy kapcsolatba lehessen kerülni vele, vagy ahhoz, hogy egyáltalán be lehessen vezetni őt, nem is feltétlenül úgy fogalmaznék, hogy a társadalomban, vagy a többi ember közösségébe, hogy referálni tudjon a saját értelmi képességeiről, ahhoz valakinek először meg kell tanulnia ezt a nyelvet. És ahogyan a Tarkovsky Stalker című filmében két karakter megtestesíti az egyik a tudományt, a másik a művészetet, a belejezést, így itt is van egy pszichológus nő, aki egy lakóhajóval idejön a Nell remete lány háza mellé, hogy mint pszichológus megfigyelje, és van a Liam Neeson által játszott doktor, aki pedig az abszolút a beleérzés, az empátia, a közvetlen kommunikáció, a személyes kapcsolat által próbálja megérteni, és ők versenyeznek abban, hogy ki tudja előbb megérteni és meggyógyítani ezt a lányt. Na, itt van igazán az elemében a Liam Neeson. Tehát amikor egy ennyire érzékeny orvos doktort kell játszani, aki ilyen reformpszichológus. Tehát azt hiszem, hogy a Liam Neesonnak sok szerep áll jól, de a reformpszichológus a tökéletes. Tehát igazából egy körzeti aki a pszichológusok orvos. Közötti, a pszichológusok nem pszichológus, egy körzeti orvos, itt egy sima doki.
komolyan beszél? Szerintem ebben a filmben nem pszichológus, ez többször az órára is koppintanak, hogy mit avatkozik be maga, csak egy orvos. De mindesetre jól áll neki ez a szerep, tehát ez a barát, a támogató, az érzékeny, az erős védelmező, az őrangyal. Mondjuk azt mondjuk el, hogy a mai négy filmünk közül az IMDb-n ezt kapta a legkevesebb pontot, és Farkas Attila Márton kollégám többször elmondta, hogy Robinak elég, ha megváltás szál végig húzódik egy filmben, és már is térdre omol a film előtt. Aki nem bírja ezt a nyálaskodást, hippiskedős feelinget, tehát itt Judy Foster egy ilyen kis gügyögő lányt, nőt játszik, és gyerekkori mondókákat gügyök fel, és egy ilyen kelta titkos druida nyelvre hajazó, olyan hangzást utánozó, olyan fura saját nyelven beszél, ami félig érthető, félig nem, borzasztó, idegesítő tud lenni végig a filmben. És a másik, amitől nem lehet elszakadni, hogy Judy Foster, aki befutott a Bárányok Hallgatnak című filmmel, óriási szupersztár lett, akkor, ahogy utána Richard Gere-rel játszott egy évvel később a Summer's By-ba, hogy utána egy évre megkapta ezt a főszerepet, aminek a producere is volt, tehát ismerjük azt, amikor egy... Hát saját magától kapta meg ezt a szerepet, erről beszélünk. Igen, ugye? Igen, ismerjük azt, amikor egy rendező játszik is a saját filmjébe, és borzasztó rossz lesz, tehát, hogy itt eljátszik egy nagyon szép, egy nagyon érzékeny lányt, aki a végén, ahogy az amerikai filmekben a bődöletes köszönjük, hogy a beteg gyógyítja meg az orvost, mindenkit meggyógyít, és hát nem egy szőke bombázó, ami a társadalom szerint a szépségideál, de még is szép és megható, és így táncol, és végtelenül érzékeny, és borzasztó. Nem lehet szabadulni a gondolattól, hogy mintha magának adta volna a szerepet, elképzelt valamit, amit el szeretne játszani, jó érzékkel választotta. De nem vagy megelégedve azzal, ahogy játsza? Szerintem a Bárányok Hallgatnakba se ő a főszereplő. Nem értem, hogy miért futott be azzal a filmmel, mert nem ő viszi azt a filmet. Ott pont az a lényeg, hogy egy vértelen figura legyen az FBI-os nyomozó. Jó, de azt én se értem. Szerintem a Jodie Foster bárkivel felcserélhető lenne abban a filmben. Szerintem az a film egyébként közel sem annyira nagy film, mint amennyire fölhájpolták. Én mondjuk nagyon szeretem. És a Jodie Fostert, hogy ne csak bántsam, én a Pánik Szoba című közepes filmet a saját dimenziójában egy jó, izgalmas filmnek tartom. A taxisofőr, az igen, ott igen. Az egy gyerek volt. Hát igen, és mennyire, na hát igen. Egyébként ahogyan a Spielberg a Liam Neeson-t, úgy a Scorsese a Jodie Foster-t találta fel. És akkor nem beszéltünk úristen Juliette Lewis-ról az előző Woody Allen filmbe, holott ő is gyakorlatilag a legnagyobb szerepet játssz el kamaszként, gyerekként. Jó, hát Juliette Lewis is ugye a Martin Scorsese-nek a kép fíra rettegés foka talán egy éve korábban játszott a rettegés foka, és mind a kettő zseniális, de vissza a Nella Remete lányhoz. Na hát láttátok a Nella Remete lány című filmet, kedves hallgatók, 0629986986, így melyikünknek van ízlés lica, ma ez a kérdésünk hozzátok. Ő a túlélő az egypetélyű ikerpárból. A titkos nyelv ikernyelv. És ez az ismétlődő mozdulat? Mikor halt meg az ikertestvér? Úgy 6 és 10 éves kora között, de már legalább 20 éve. Mihelyt vége a tárgyalásnak, hozzák ide. Jerry szerint ott kell hagyni, ahol van. Jerry? Lavell doktor. Aha, vagy úgy. Nella maga módján csinál mindent. Úgy gondolom, hogy talán egyedül is megállja a helyét. Paula, pillancsunk a jövőbe. Engedje meg, hogy egy kis betekintést adjak. Rövidesen egy turista vagy egy halász meghozza és elterjeszti a hírt a vadnőről. Ez újságírókat vonz, az újságírók pedig tömegeket, akik majd tévéműsorokat igényelnek. Nellnek lesz ügyvédje, ügynöke, menedzsere és 3 testőre. Ki bírja-e vajon? De a legnyomasztóbb jelenet, amikor az iker testvérét, aki körülbelül 20 éve halott, valami barlangba rejtette, és oda vezeti a pszichiátereket, akik először is megfigyelik, és megpróbálnak vele kapcsolatba lépni, és ilyen margaréta virágokat rak a szemgödrébe, a koponyájába, a gyereklány testvérének, és simogatja hát a koponyát. Hát igen, tehát ez, és persze, nekünk ilyenkor ilyen szociálisan tanult fóbiáink vannak, ugye? Hiszen megtanultuk, hogy ezek fertőző és undorító és rettenetes dolgok.
pedig hát oly természetesek. Tehát, hogy ha ezt, ha nincs akitől megtanult, hogy ez borzalmas és rettenetes, akkor hát az ott a te halott testvéred, aki hozzád közel áll, és viszel virágot neki. Tehát, hogy a, csak nem a sírra rakott, hanem bele a szemgödrébe, ahogy itt, hát elég ijesztő pillanat, az biztos. Judy Foster által játszott lány, Nell, az egyszerre látó, olyan dolgokat lát, olyan közvetlen kapcsolatban van a természettel, és annyi gyógyító energiát merít ebből, amennyit senki, és egyszerre önellátó, nem csak látó, de önellátó, és fát vág, és teljesen egy független embernek néz ki, aki el fogja tudni látni magát itt az erdő mélyén, és hát azért tegyük hozzá, hogy, hogy nem csak egy nagyon hálás, vágybeteljesítő szerepet kapott, vagy adott itt magának, nem tudjuk, mi történt, hogy tervezték a filmet, hanem egy őrültet játszik, ugye a leghálásabb egy színésznek egy őrültet eljátszani, mert a képesség, de nem őrültet játszik. Mert a, tehát hát egy őrült-szerű figurát idézőjelbe őrültet, aki őrültnek tűnik a társadalom számára, és ugye ez a leghálásabb, mert itt egy színész a maximumát tudja adni a képességeinek. És feleslegesen szókimondó több helyen a film, a Liam Neeson felmegy a hegy tetejére, szétnéz, és akkor belemondja azt szinte a kamerába, hogy de szép itt, amikor mindenki látja, aki nézi a filmet, hogy egy gyönyörű tájon áll, és a végén így az egyik szereplő kimondja, hogy ő segített rajtunk. Amikor teljesen egyértelmű, hogy szinte megváltotta a környezetét, mindenkinek az élete jobb lett, de akkor még így el is kell mondani, hogy ő segített rajtunk. Tehát összegezve a film, az a kis dal jutott eszembe, én is szoktam magamnak dúdolgatni, hogy mély erdő, Nibolya virág, elrejt jól a boróka ág, minek neked az az ág, gyere tágas a világ, gyakorlatilag erről szól a film. Szoktad, de esküdjél meg, hogy ezt szoktad dúdolgatni. Kérdezd meg a barátnőm, meg hangosan szoktam énekelgetni otthon, mert óvodában ezt énekeltük. Gyakorlatilag súlyos erről vagy. Szól a film, a mély erdő, Nibolya világ, ez maga Judy Foster, akinek megpróbálják elmondani, hogy gyere, tágas a világ, és akkor kiráncigálják a városba. És a végén természetesen egy bírósági jelenet van, ahol kiderül, hogy nem is őrült, hanem egy nagyon okos és érzékeny ember, aki tanítja a környezetét. Lavell doktor úr! Jay! Mon amit Nell! Ho mama! Amen! Uva! Nell lett erdő! Az anyja halála után Nell egyedül maradt. Nell, tata! Félt. De mineneke, tata, oly is. Ott is, minen. Au leölöli mining riott. Akat. Mindenki mindenhol fél. Az Úr letörli könnyeinket. Azt a sok könnyet. A mi világunkban sok ember él. Emberek, akik a barátai lehetnek. Nell, mi minuk be, ok mi. Igaz? Öleve. De sok mindent meg kell tanulnia. Oka Nell anul. Akarja? Ke? Ne te láj, Kamla. Nagy dolgaitok vannak. Te láj, Kamla túl. Nagy dolgokat tudtok. De ne némi ne nekesz inni. De nem néztek egymás szemébe. És éhen mi ne neke, nyugal. És éhesek vagytok a nyugalomra. Én minuke tui élele. Én kísérletet éltem. Nel tuo tui kamlát. Kis dolgokat ismerek. Tuo pirinke. Ismerek kedves lényeket. Jay, me pa, me ma, me mi, tu mineneke elmen. Tudom, hogy mindenki elmegy. Elmen mineneke. Elmennek mind. Ne tátán ellet. Ne féltsétek Nellt. Neri Nellet. Ne sirassátok. Nelle nem láj bumin minen. Az én bánatom nem nagyobb a tiéteknél. Nagyon kemény lehetett ezt egyébként leszinkronizálni. Igen, arról beszéltünk itt a bejátszó alatt, hogy gyakorlatilag le kellett gyártani egy nyelvet, ugyanis ez egy olyan nyelv, amit a lány beszél, ami félig azonos a általunk beszélt nyelvvel. Tehát az, hogy Zualka, az a őrző angyalka,
Tehát ez, nem, hát konkrétan arról van szó, hogy le kellett gyártani ezt a nem nyelvet. Nem lehetett tükrözni ezt az angolt. Ezt a sérült nyelvet, világos, hát a magyarból kellett leképezni. Gyakorlatilag meg kellett írni ezt a nyelvet, és azután lehetett szinkronizálni. Hát igen, ez nyilván melós kb. Lehetett. Kb. 10-szer nagyobb meló volt a szinkron. A történetnek a hátterében, vagyis a Jodie Foster által játszott Nell történetének a hátterében zajlik a Dr. Jerome Lovell és a Dr. Paula Olsen szerelme, akik hát eleinte rivalizálnak egymással, és különböző sorsokat szánnak Nellnek, de aztán hát mint egy Nell szellemétől megihletve egymásra találnak, és fontos megemlíteni, hogy a Liam Neeson partnere Natasha Richardson, vagyis az ő mostanra elhunyt felesége. Kaptunk is egy SMS-t erre vonatkozóan. Liam Neeson felesége, a színésznő Natasha Richardson 2009-ben síbalesetben szerzett fejsérülése következtében meghalt. Tehát, hogy ezt is érdemes hozzátenni ehhez, hogy itt a Liam Neeson partnere az akkor még a Natasha Richardson, aki ugye jó pár évvel később ebben a síbalesetben meghalt. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy eredetileg egy szomorú véget akartak ennek a filmnek, ahol bár kiokítja az élet bölcsességéről Nell a remete lánya bírósági teremben az embereket, de aztán szembenéz a sorsával, hogy őt elválasztják a környezetétől, holott maga a film ugye végig ezt tanítja nekünk, hogy az individuum az nem önmagában létezik, hanem a környezetével millió szállal kapcsolatban hát, áll, az emberekkel, a tájjal, ahol él, és nem lehet kiszakítani, és aztán így hozzá van ragasztva egy nagyon happy endes jelenet, amit speciál nem bántam, mert könnyebb volt felállni a székből, hogy happy end lett, de ugye amerikai producereknél ez nagyon gyakori, hogy ráerőltetnek egy filmre, és lehet, hogy itt is ez történt. Jó, hát hogyha ennek a filmnek a szellemiségét, és hogyha ennek a filmnek ugye igazából a tartalmát így, ugye a állítását így egy mondatban össze kéne foglalni, akkor az lenne, hogy a modern élet, vagy hát ez a városi urbanizált élet, ez egy szemét, és nem élhető, és nem való az embernek. Kb. Ez az, ami, és hogy a valami eredeti állapotban megmarad, akkor azt össze nem lehet minőségét tekintve hasonlítani azzal, ami itt a városban rohadt szét. Ilyenre írhattok is nekünk, hogyha van véleményetek mindazzal kapcsolatban, ami elhangzik az adásban, vagy hogyha egyéb felvetésekkel szeretnétek élni, ami Liam Neeson-t illeti, aki a mai adásnak a főszereplője, és mindazoknak a filmeknek, amelyekről beszélgetünk, és itt elsősorban nem a férjek és feleségekre gondolunk, hanem például a Nell a remete lányra, vagy például a Serafin Falls a múlt szökevénye című western filmre, ami külsőségeiben egy western film, valójában egy nagyon kemény filmdráma, egy háborús dráma, vagy hogy is fogalmazzak. Ugye 2006-os a film, tudjuk jól, többek között a műsor munkásságának is köszönhetően, hogy 92-ben a western mint műfajt eltemették, Clint Eastwood, ugye, 92-es? Az a filmje, miben a westernnek gyakorlatilag a temetését végzi el. Igazából itt... Az Unforgiven? Igen. És akkor itt amerikai háborús filmdrámaként van megnevezve, hát ez nem egy háborús filmdráma, nincs benne háború, ez egy western. De mégis a háborúról szól, egy párbajfilm, egy északi, meg egy déli tisztnek a párbaja. Igen, de a háború nem már 3 éve véget ért, viszont valami titok az így lassan felszivárog a filmben, ami magyarázatod arra, hogy miért üldözi az egyik szerep Carver ezredes Gideont, igen, tehát Liam Neeson miért üldözi Pierce Brosnant, itt pontosabban az általuk játszott színészeket, és akkor igen, azt mondtam, hogy Pierce Brosnan, és akkor mindenkinek eszébe jött, ugye melyik film a James Bond, nyilván a James Bond film, igen. Ahol egy ilyen nyálas, tökéletesen szép arcú a férfit játszik el, és hát szerintem nem nyálas James Bond, azért sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy nyálas, ne haragudjál. Miért mondod, hogy nyálas? Egy iszonyatosan sármos, és egy saját egójának a nevében. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy itt, amit a Pierce Brosnan játszik, az ami zseniális. Egy ilyen kicsit pocakos, egy ilyen megvikidálosodott karakter lép elénk, és valami... Hát kőkemény csábót játszik. És amiért a film szerethető, hogy képekben tud elmesélni valamit, hát az első néhány jelenet a filmnek, ahogy a menekül a Ruby hegységbe,
ami a kanadai határhoz közeli része az Egyesült Államoknak, egy magas havas fenyőkkel borított hegység, és menekül sebesülten, vérzik, és megműti magát a menekülés közben. De olyan kínokat áll ki, és ez annyira hihetően, szinte dokumentarista erővel van bemutatva, hogy egyszerűen nem hisszük el, hogy ez a színész, az a színész, és zseniális, amit ott alakít. Az az érdekes, hogy Pierce Brosnan is ír, meg Liam Neeson is ír. És itt most ők egymással szemben, mint egyik a másikának az ellenpólusa. Az az érdekes, hogy Gideon sokkal keményebb csábú, mint Carver. Carver nagyon elszánt, és próbál felnőni Gideonhoz, de Gideon egyszerűen annyival keményebb pasi, most hogy fogalmazzak, tehát hogy így egyszerűen ő egy nagy vad. A Carver meg egy nyugis farmer, aki előtte egy ezredes volt. De a bosszúvágy átalakított egy ilyen leállíthatatlan gyilkológép, és a film elején nagyon úgy néz ki, hogy két teljesen egyenértékűen erős gyilkológépet látunk. Igazából nagy vadat mondott a Robi, de azt is mondhattuk volna, hogy mintha alieneket látnánk. Tehát itt valami annyira kemény férfiakat kell elképzelni, akik így sugároznak a környezetükben. Azt kell megérteni, hogy itt egy olyan kegyetlenül véres üldözés zajlik, amilyet valószínűleg még nem is láthattatok. Tehát én hát a Szökevény című filmet tudom ezt hasonlítani, amit te nem szeretsz, én imádok. Igen, de az sehol nincs ehhez, tehát ilyen véres üldözéshez. Hát amiken itt a hősünk keresztül megy, tehát sokféle üldözés van. Van olyan üldözés, amikor 100 méterre a másik mögött futsz, az nem tud annyira kegyetlen lenni, mert ott vagy kereket oldasz, vagy pedig elkapnak. Hanem az igazán kegyetlen az, ahol ilyen 3-4 kilométer távolságra üldözöd, mert akkor ez hetekig is el tud tartani. Na most itt egy ilyen történetet látunk, és nem is igazán arra figyelsz, hogy elkapd. Kilövöd, ejtesz rajta egy sebet, aztán hagyod, hogy folyjon a vére. Igazából végig az a kérdés bennem, hogy a francba tudták 3-4 kilométerről folyamatosan követni annak az embernek a nyomát, mert hogy a hóba lehet, azt még elhiszem, és aztán természetesen itt is van egy ilyen indiános filmekből visszatérő jelenet, amikor az egyik szereplő lehajol a porba, valami lótrágyát így az ujjaival szétrancsíroz, és megállapítja, hogy ketten arra mentek lóval, egy pedig erre, és akkor ilyenkor az ember mindig így kitágult szemekkel néz, hogy erre hogy jött rá ebből? Viktor, ez egy szakma. Tehát ma erre nekünk nincs szükségünk, mert van GPS-ünk, tudod, de azért ez valaha, tehát ez valaha ilyen, ez létezett, tehát nem, mert ezek fejvadászok, ugye? És ők ebből élnek. És azért amit mondtál, hogy mennyire érdekes ez az üldözés 3-4 kilométerről, meg ez a kivéreztetés, mert a filmnek a legkevésbé erős jelenetet gyakorlatilag majdnem gajra vágja a filmet így az elején, közepén, amikor pár méterre kerül egymástól Gideon és Carver, és meglép. Ez kétszer is megtörtént. És a forgatókönyv az oké lehetett, de ahogyan a filmben megvalósították azt, ahogyan meglép, hogy itt csak így elkezd futni, és nem lövi le a tökéletesen célzó Carver ezredes Gideon, szóval az, ami annyira hiteltelenné teszi azt az elképesztő erős feszültséget, amit megteremt az első jelenetekkel a film, hogy utána nehéz így visszarázódni a filmbe, hogy aha, majdnem lelőtte, de tök béna volt, nem lőtte lenne, na nézzük, akkor most nem, hát a lábát folytatódik kellett, a lábát az kellett üldözés. Volna előni, nem, hát Carver számos hibát vét, tehát egyrészt azonnal, ahogy elkapta, azonnal el kellett volna lőni a lábát, és utána lehet beszélgetni. Igen, mert akkor nem ölte meg, mert ugye az a cél, hogy nem akarja megölni. Bíróság elé akarja állítani. Nem akarja bíróság elé állítani, hanem szemtől szembe először is beszélni akar vele. Tudod, hogy milyen ez? Ja, amiért James Bond is mindig életben marad. Hát nem akarják olyan könnyen elejteni, mert túl nagy vad ahhoz, hogy most így egyszerűen csak fejbe lőjék hátulról. Érted? Nem, hát túl közel merészkedik mindig a fegyverrel, ezért aztán aztán a Gideonnak mindig megadja lehetőséget, hogy késeljen, esetleg kirúgja a lábát, stb. Hát így én már azért elég filmet láttam ahhoz, hogyha tudom, hogy az életemben egyszer fegyvert fogok fogni valakire, akkor én ahhoz nem fogok 6 méternél közelebb menni, az biztos. Tehát minél közelebb megyek hozzá, annál kevesebbet ér a pisztoly a kezemben. Tehát nyilvánvaló, hogy a pisztolyom kalibereket nyerek a pisztolyomnak azzal, hogy 3-at lépek hátra. Na most itt azért vannak ilyen, hát ilyen furcsaságok a cselekményben, főleg azért, mert hát ezek a mi hőseink, ezek ebben a közegben nőttek fel, vagy ebben éltek, hát ugye itt egy ezredesről beszélünk, aki itt az amerikai 19. század, igen, az azért meglehetősen a puskapor felhőben, igen, zajlott. A fegyverviselés gyakorlatias korszaka.
Igen. Nem csak van fegyvere a lakosságnak. Erről mintha már beszéltünk volna, hogy a neoliberalizmus, mintha ebbe a korszakba akarna visszavezetni minket, ahol nem véd meg minket a sheriff, sajnálja. Neki van elég dolga, úgyhogy mi majd megvédjük magunkat, hogyha lesz rá pénzünk, és majd a lakóparkjainknak a kerítésébe áramot vezetünk, vagy hogyha elhagyjuk a lakóparkokat a jeepjeinkkel, akkor majd, hogyha esetleg leáll alattunk a jeep, akkor telefonon kell helikopteres segítséget kérnünk. Tehát, hogy ez a vadnyugatnak a világa. Ahogyan el is mondja. Ahol az állam a gondoskodó szerepét lerázza magáról, akár kutya a vizet. A kárverezetes el is mondja itt egy szőke kisfiúnak, hogy fiam, ezen a világon senki nem véd meg senkit. És ez az ő filozófiája, teljesen egy ilyen Istentől elhagyatott világban kóborol a bosszútól hajtva, de nem úgy Gideon, akiről egyre inkább megtudjuk, hogy mennyire közel áll ahhoz, akit teremtőnek gondolhatunk. Hová lett? Ki az ördög? Itt csak én kérdezek! Talpra! Kávét, kekszet ide! Csak hazudjon, és felgyújtom a házat magával együtt! Hová tűnt? Biztos elment pirkadatkor. Mi értünk ide pirkadatkor? Ütődött. Egészséges volt, amikor megjött? Nem. Van elesége? Puskája? Pisztolya volt. Bobtól vette el, mikor megölte. Adott lovat? Nem. Az eféléknek nem jár ló. Mister, nem tudom honnan jött, de segítettünk egy sebesülten, aki továbbállt az éjjel, és nem tudunk egyebet. Hazudtál a kurva anyád! Fizetett neked? Mit adtál a pénzéért? Hejsz! Nem azért fizetlek, hogy udvarolj. Mesélj a látogatótokról. És ha hazudni mernél, megölöm az öcsédet és átadlak Mr. Hayesnek. Ide jött. És éjjel elment. És ellopta a kancát. Honnan való az arany? Nem tudom. Nem tudom. Én vettem el. Éppen aludt. A táskában volt. Egy puskát akartam, hogy védelmezzen. Fiam, ezen a világon senki se véd meg senkit. Minél előbb rájössz, annál jobb. Kedves hallgató, írt nekünk SMS-t, azt írja, a Jarmusch halott embere is egy faszakis üldözős western. Igen, és gyakorlatilag road movie-nak is nevezhetjük ezt a filmet, amikor úton vannak a hősök, és különböző emberekkel találkoznak útközben. És igen, és aztán egy ilyen látomásos erkölcsi drámává duzzad a film a végére. Igen, és elveszti az erejét. Hát szerintem az én számomra meg pont akkor próbál felemelkedni egy filozófiai, etikai magaslatba, de ez az indiános jelent meg a végén, ez a nő a sivatagban, aki megjelenik, és aki ugye teljesen egyértelműen egy ördögi figura, a neve is a kocsin, az a Louis S. valami, nem tudom, F betűs, tehát mint az angyal szívben a Louis Cypher, akiről ugye megtudjuk, hogy maga a sátán, ő is ott egy sátáni figura. Hát, ő az, aki kereskedik a fegyverrel, meg a lövedékkel. Hát ő a bosszú angyala. De gyógyítónak álcázza magát, ugye gyógyszereket árul, vagy egy de úgy adja oda, hogy összetöri. Igen. Igen. Szóval igen, tehát ez az indiános jelenet is lehetett volna jó, tehát ahogyan a születetgyilkosokba az indián szereplőnek a bevonása. Nekem tökéletesen működött. Ez a film, ez bosszúról, és bűnről, és bűnhődésről, és a megbocsájtás képességéről és a kegyelemről szól. Két karakterünk van, az egyik egy vezeklő, akinek az életébe volt egy bűn, bár megtudjuk, hogy ott azért nem szándékosan volt gonosz, és van egy megszállott bosszúálló. És a vezeklőnk az megbékélt önmagával, a teremtővel, a sorssal, és megpróbálja valahogy jóvá tenni. De amikor üldözik, és amikor olyan helyzetbe hozzák, akkor viszont olyan kegyetlenül mészárol. Hát az életét megvédi, ahogy
ahogyan mondják is, hogy, hogy mi más szórna el hullákat, akár a bagoly az ürülékét. Tehát ez egy nagyon-nagyon, tehát azért egy nagyon jó film, azért egy nagyon erős film, mert ez az új generációs western, tehát ugye, ugye az Unforgiven utáni western. Igen, tehát mondhatjuk azt, hogy ebben a korszakban western filmet tud csinálni. Valószínűleg az Unforgiven nyitotta meg ezt a sort. Igen, világos. De menjünk korábbra. Volt ugye a John Wayne-es western, amikor szól a zene, és a hős amerikaiak lelövik az indiánokat, és magukévá teszik a vadnyugatot, megszerzik a földet. És akkor jöttek ezek az olasz spagetti westernek, ahol az erkölcsi tartalom mellett vitatva. Viszont mélyen, közben mélyen moralizálóak is lettek ezek a filmek. Minden esetre a fehér ember az végtelen gonosz, kistílű és aljas szerepeket is kapott ezekben a spagetti westernekben, és akkor jön ez a 92 után, ez a nagyon új fajta western, ahol a fehér ember nem csak hogy aljas és kistílű, de az egész, maga a gyilkolás. Az egész világ, tehát minden. Nincsen egy mítosza a gyilkolásnak, a párbajnak. Az egész világ deheroizálva lett. Abszolút deheroizálva, és az eszünkbe juthat a film kapcsán a Vérző olaj című film, csak hogy az egy évvel későbbi. Tehát a Seraphim Falls az előbb nyúlt hozzá úgy az amerikai történelmez, ami kőkemény, mocskos, egyáltalán nem heroikus és színes fényekbe vesző és arany fényel borított, hanem valami nagyon sötét világ, ahol semmivel se voltak gonoszabbak vagy rosszabbak az emberek, csak teljesen más körülmények közé születtek meg, és élték az életüket. Nem voltak gonoszabbak az emberek, csak nem volt, ami kontrollálja őket. Hát jelen a társadalomban élő ember egy gonoszsága... Egy kegyetlen világban élnek. Hát a társadalomban élő ember gonoszsága az meg van zabolázva a törvények által, meg a rendfenntartó testületek által. Ott ezek nem voltak, nem léteztek. Ahogyan az amerikai egyesült államok megszületett, az nem erről szólt. Hát az emberi gonoszság az a maga zabolátlanságában és a maga féktelenségében és korlátlanságában nyilvánult meg a vadnyugaton, és ezek a legújabb generációs western filmek már erről szólnak. Tehát arról, hogy ezekbe a határhelyzetbe hozott emberek ezek hogyan és milyen mértékben tudják megőrizni, vagy újra termelni magukban az emberségüket, még akkor is, hogyha olyan kegyetlen bosszúvágy hajtja őket, mint Carver ebben a filmben, a Seraphim Falls, a Múlt szökevénye című 2006-os háborús western filmben. Biztos elkapta. Hát nem gyomorlövés, de eltrafálta. Még puska sincs nála. A lova elfutott. Kicsit kiderült, lassan mehetnénk. Ott folyjon a vére. Ha nagyon töri magát, faképnél hagyhat. Nem megy sehová. Hagyjuk vérezni. Tartsunk 10 lépés távolságot. Ne feledjék, ha megölik azt a disznót, egy garast se kapnak. Csak megsebezni. Azt szerintem egy nagyon erős darab. Csúcsjelenet, nem lövöm le a poént, a csúcsjelenet az, amikor a két üldöző, még az egyik segítője él a Carver ezredesnek, utoléri a lovát Gideonnak, aki nincs sehol. És egy sivatagi tájban vannak. És aztán később kiderül, hogy ott van ő is valahol. Nagyon szépen van fényképezve a film. És nagyon-nagyon erős szituációk váltják egymást. És gyönyörű, ami a legjobb, természeti képek. Ami a legjobb a filmben, az az, hogy a Carver és a Gideon, vagyis a Liam Neeson és a Pierce Brosnan egyaránt azonosulható. Nem az a szituáció, hogy az egyik gonosz, a másik jóságos. Pont ezt akartam mondani, hogy végig fenntartja a filmben a feszültséget az, hogy a Carverről mit gondolunk. Mit gondolunk a Carver ezredesről, hogy egy jó vagy egy rossz karakter? És ugyanezt a Gideonnál is, hogy végig azt nézzük a filmben, hogy úristen, most a jó üldözi a rosszat, vagy a rossz a jót, vagy mind a kettő egy véreskező gyilkos, vagy kik ezek az emberek, és ez azért a film végére összeáll, hogy melyikről mit kell gondolnunk, miközben azért jelen fejlődésen is átmennek. Komolyan nagyon nagy mélysége van a karaktereknek, és árnyalja a film közben felmerülő emlékeknek a sora a mi megítélésünket a hősök kapcsán. Gideon úgy menekül a jeges hegygerincen, akár egy állat, de a szó legjobb, legigazibb értelmében, tehát hogy egy meglőtt állat, aki véres nyomokat hagy maga mögött, amelyet aztán követni tudnak a fejvadászok, a legkeményebb film. Tehát, hogy ilyen szempontból az ilyen, ahogyan
ahogyan kiveszi a golyót a vállából, és utána kiégeti azt a sebet, az ilyen szinte maximálisan átélhető a fájdalma, meg az, ahogy amilyen mértékben fázik. Hát gondoljatok bele, hogy Szandokán hogy szenvedett, amikor a hajón egy ilyen műtétet megcsináltak rajta. A szájába kellett adni valami anyagot, amire ráharaphatott, ő meg itt saját magán csinálja meg, vagy amikor a jeges folyó felett megpróbál egy faágon átmenni. Rambó, csak hogy a C kategóriából előlépjünk a B kategóriába, összevarja a saját sebeit, az mennyire fájhatott, ugye? Hát csak képzeljétek el. Szóval ebben a történetben Gideon, aki a bűnös, és Carver, aki pedig a bosszúálló, különböző erkölcsi színvonalakon állnak. Tehát azt, ahogyan mondtad, hogy Gideon megbékélt és talált egy magasabb erkölcsi síkot, amelyen létezik. Igen, és ő neki semmi más nem vár az élettől, mint hogy vezekelhessen. És amikor eléri végre a prérire, akkor állátod az úrnak. És a cselekmény végén valójában az történik, hogy Gideon fölrángatja maga mellé arra az erkölcsi színvonalra Carvert, ahol ő áll. És ez annyira megrendítő, és annyira erős, és annyira drámai a filmnek a végén, hogy amikor például ezt a filmet láttam, akkor éreztem azt, hogy talán mégsem halott ez a műfaj, már mint a Western filmnek a műfaja. Hát igen, ez a film nagyon megkapirgálja ezt a műfajt, a koporsó fölött a földgöröngyöket, és tényleg a kérdés az, hogy ez a műfaj talán még egy élő valami? Van hova fejlődnie legalábbis ennek a filmnek a nyomán. Vida Viktorral, valamint Liam Neesonnal a főszerepben. Ezzel a nagyon-nagyon sokoldalú írszínésszel, aki egészen kiváló, és a mi kis szívünk csücske. Legalábbis én rajongok érte, azt bevallom nektek. 0629986986 az SMS számunk, ez a fórum a minden olyan véleménynek, amely Liam Neesonnal és az ő zseniével kapcsolatos. A következő film, és egyben az utolsó mai adásban, az a Kinsey című film, amelyben Alfred Kinseyt, a híres... Hát vajon mit ez a lényeg, hát ugye? Ez mert darazsakat kutat a film elején, aztán meg szexológus lesz. De nem szexológus. Vagyis hát ő az első szexológus. Hát egy bocsinált a szexológus. Hát tulajdonképpen... Anélkül, hogy pszichológiai végzettsége lenne. Hát igen. Ő egy rendszertanász. De ez azért vicces, mert tudod, a gyerekeknek mindig úgy szokták, hogy akkor a fiú mély oda megy a lány mély hecskéhez, tudod, de kisfiam, hogy hogyan történik. És pont a mély hecskékből indult. Hát igen. Legalábbis a darazsakból. Igen. Szóval, hogy itt az a lényeg, hogy az amerikai társadalom az egy rettentően prűd, egy rettentően bigott, egy borzasztóan erkölcsös társadalom, egy olyan társadalom, amelyik az a saját erkölcsiségét azt véres kartként lóbálja körbe lépten nyomon. Ez elsőrendűen azért van, mert annak idején azok a nonkonformisták, azok a puritán protestánsok, akiknek az erkölcsi tisztasága és fethetetlenség az a legmagától értetődőbb volt, és legdemonstratívebben voltak ők erkölcsösek és hűségesek az Úristenhez. Őnekik hát Európában nem volt sok maradásuk. El is hangzik a filmben, hogy Úristen Dekár, a főszereplő mondja, Kinsey, hogy Dekár, hogy nem hogy a puritánok hajóztak át Angliából, és nem a szabadelvűek. Hát igen, mert a szabadelvűek azok azért Európában, tehát a római katolikus egyháznak a felvilágosodás nyomán azt lehet mondani, hogy az európai kvázi értelmiségnek, közvéleménynek eléggé súlyos konfliktusai lettek ezekkel a nonkonformistákkal, akik tömegesen hajóztak át az új világba, és alapították meg az Egyesült Államokat, ahol ennek a protestáns erkölcsi kvázi diktatúrának, ami az emberek életmódját leszabályozza, ennek nagyon komoly hagyományai vannak. Jó, és akkor tegyük hozzá, hogy a film az a 30-as, 40-es években játszódik főleg, és az 50-es években, és akkor a 60-as évek, 68, a hippie forradalom előtt, a szabad szerelem forradalma előtt, a feminizmus születés előtt különösen képmutató volt és az amerikai társadalom pláne, és még az európainál is jobban. És a képmutatás mit hoz, és mit volt hordoz? Volt a mítosza a tökéletes házasságnak, a férfi elmegy munkába, a nő otthon megsüti a tortát, és boldogan várja haza a férjét, és a szexuális kapcsolat az csak férfi és nő között képzelhető el.
Mi az, hogy csak férfi és nő között? Kizárólag házasok között, kizárólag egyféleképpen, és kizárólag 5 percen keresztül. Csak férfi és nő között. Kizárólag csak házasság után. Na most azt kell látni, hogy a képmutatás az elsőrendűen tudatlanságot szül. Mivel, hogy nem tudjuk, hogy mi a normális a szexualitásban, és azért nem tudjuk, hogy mi a normális a szexualitásban, mert nem beszélünk a szexről, ezért aztán mindenki bizonytalan lesz abban, egy egész társadalom lesz bizonytalan abban, hogy az ő szexualitása normális-e. És mivel, hogy mindenkinek a szexualitása valahol más, mindenki másképp csinálja, ezt az alcímet kapta ez a film a magyar forgalmazásban, ezért aztán mindenki jogosan gondolhatja saját magáról azt, hogy abnormális. És ezáltal de nagyon jól lehet irányítani őket. De senki sem győződhet meg arról, hogy abnormális, mert senki sem tudhat arról, hogy a másiknak milyen a szexualitása, mert senki illetve, nem beszél mert róla. Nincsen felmérve az embernek a szexualitása tudományosan. Itt arról van szó, hogy ez a bizonyos Alfred Kinsey professzor volt az első, aki az embert kezdte el úgy rendszertanilag vizsgálni, az emberi szexualitásnak a jellegét kezdte el rendszertanilag vizsgálni, ahogyan azt az állatvilágban már évszázadokon keresztül vizsgálta az ember. Tehát az ember a 20. század első felére oda jutott, hogy gyakorlatilag az őt körülvevői valamennyi állat szexualitásáról többet tudott, mint a sajátjáról. Vagy a szamoai benszülöttekéről is többet tudott, mint a sajátjáról. Mert ugye az egy nagy sok volt, amikor megfigyelték mondjuk a Csendes óc felnőtté válás Szamoán című könyvnek volt az antropológiában egy óriási hatás, amikor megfigyeltek benszülötteket, de saját magukat még ekkor se figyelték meg. Na most ma mit gondolunk normálisról és abnormálisról? Hát mindannyian nyilván mást, hogyha megkérdeznénk a kedves hallgatóinkat arról, hogy mi a normális szexualitás, és mikor normális a szexualitás, mindenki a saját szexualitását határozná meg, mint normát, mint etalont, mert hogy mindenki azt tartja perverziónak, ami neki már személy szerint nem fér bele. Tehát amit én már személy szerint fúj, hát az gusztustalan, az az abnormális. Csak hogy ez a határ, ez mindenkinél máshol van. Akkor hát mi a normalitás? Én azt gondolom, hogy a normalitás definiálására a legalkalmasabb talán az lenne, ha azt határoznánk meg, hogy az a szexuális aktus a normális, amelyben minden résztvevő fél önként és a saját örömére vesz részt. És amíg ez az állításunk teljesül, addig a szexualitás normális. Ezt lehet vitatni, mert vannak emberek, akik önként lemondanak az emberi jogaikról, például csatlakoznak súlyosan elnyomó szektákhoz, és vagy bemennek a tévébe égetni magukat. Igen, tehát hogy normális az mindig az, ami egy pillanatnyi közmegegyezés a társadalomnak arról, hogy mi normális, tehát egy folyamatos diskurzuson a társadalomban arról, hogy mit tekintünk normálisnak, de mondjuk az, amit kapizsgálsz, hogy az erőszaknak ez a filmben benne is van, találkozik a végén a nagyon megengedő Alfred Kinsey. Alfred Kinsey nem megengedő, Alfred Kinsey csak vizsgál, ő csak figyel, ő csak lejegyzetel. A társadalom értékeihez képest megengedő, tehát sokkolja a társadalmat az, hogy ő mint száraz tudós csak megfigyel, és ezáltal nem osztja azokat a dogmákat, amiket addig a társadalom, és akkor találkozik a filmben egy vérfertőző pedofil szodomita férfi, valakinek 9000 kapcsolata volt addig életében. Hát de meg is magyarázható, hogy ez miért van így. Hát nagyanyja vett el a szüzességét, az első homoszexuális kapcsolata az apjával volt 12 évesen, tehát azért ezek... tehát nem magától lesz valaki szodomita, vagy vérfertőző, vagy pedofil. Tehát és ez az ember megsértődik, hogy őt nem fogadják el, a Kinseynek az asszisztense ki is sétál a teremből, amikor arról kezd el beszélni, hogy gyerekekkel milyen volt, amikor csinálta, és a Kinsey is megmondja neki, hogy senkit sem kényszerített arra, hogy megtegye azt, ami fájdalommal jár. Szóval, próbálj ez az életrajzi film tisztára mosni a Kinseyt, mert ugye beállították egy olyannak, aki elvetette a súlykot. De a Kinseyvel kapcsolatban... Amire minden esély megvolt, mert abszolút biologizálta a szexualitást, és kihagyta, ez miért probléma? Mert kihagyta belőle az érzelmeket, kihagyta belőle azt, hogy az ember egy társadalmi lény. De a biológiának nincsen ezzel dolga, a biológusnak és a rendszertanásznak, a természettudósnak annak ezzel nincsen dolga. Tehát én nem mondom, hogy az aspektusa a dolognak nem létezik. De miért is ne vizsgálnánk... Ja, a biológiai. Mármint a pszichológiai. Ja, a pszichológiai. Én nem mondom, hogy az nem létezik. De amikor tudományosan mérünk és vizsgálunk, akkor azt ki kell hagynunk a számításból, mert az érzelmek, a szerelem, az emberi személyiségnek a,
a komplexitása az nem mérhető, nem mérhető számokkal, nem katalogizálható be táblázatokba. Tehát ezt el is mondja a filmben, hogy a szerelmet én nem vizsgálom, mert azt nem lehet mérni, és mérés nélkül nincs tudomány, de mondjuk ezzel is vitatkoznék, mert Gadamer óta tudjuk azt, hogy a tudomány az nem csak az, ami mérésekkel foglalkozik. Ez szóval, nagyon-nagyon hosszú és nagyon-nagyon fáradtságos volt az út addig, ameddig eljutottunk, míg eljutott a nyugati közvélemény oda, ami a jelenlegi státusza, hogy a szexualitást azt az önkifejezés egy formájának tekinthetjük, és a puritánoknak és a képmutatóknak a személyes norma rendszere az nem határozza meg és nem determinálja a tömegeknek a szexualitását. Nem tudtuk, kihez fordulhatnánk, Kinsey professzor. És a szüleitekkel? Inkább a halál. Hallottuk, hogy sokaknak segített a tanácsa. Friss házasoknál gyakran van gond a szexel, nincs ebben semmi szégyelni való. Mikor esküdtek? 2 hónapja. És Emily, azóta semmi pozitív élménye nem volt? Mintha halott lennék odalenn. Elmentünk az orvoshoz, és azt mondta, hogy nincs baj. Ben az ujjaival is szokta izgatni? Miért tenném? Most, hogy már mást is szabad? Melyik a leggyakoribb pozitúrájuk? Több is létezik? Meg kell, egyre újabbakra bukkantunk. Emily, volt szexuális kapcsolat a házasság előtt? Nem. Azt hittem, a gyerek a köldökön át jön ki. Maszturbált valaha? Az én hibám. Én tehetek róla. Frigid vagyok. Nem hinném, hogy ez probléma. Ben együttlétkor gyakorolja az orális szexet. Hát az... az meg mit jelent? Genitális csókot. A bátyám azt mondta, hogy abból baj lehet. Majd később, ha már gyereket akarunk. Nos, ezt én kétlem. Nem, ezt én is hallottam. Biztosíthatom, a terhesség és orális szex nem függ össze. De honnan tudja? Na és azt, hogy a föld kerek. Pedig az. De volt valaki, aki bebizonyította, hogy nem árt? Ha úgy érti, történt-e tudományos kutatás az orális kopuláció és fertilitás témájában, nos... Benny, ezt nem tudom. Akkor nem tudhatja. Ostoba amatőrnek éreztem magam. Nem tudom, honnan szedték ezt a hülyeséget, amíg meg nem találtam ezt. Ideális házasság, fiziológia és gyakorlat. Jézusom! Az orális kontaktus elfogadott stimuláció, de orgazmusig folytatva számos kóros tünetet, sérülést okozhat. Akkor nekem befellegzett. Várj! Kézzel szexuálisan izgatni valakit szigorúan tilos. A szerelemnek egyetlen olyan ujja van, ami női nemi szervet érhet, és az a férfi hímvessző. Na hát itt tartott a 20. század első felében az amerikai közvélemény. Ne, ki sem tudjuk fejezni, hogy mennyit köszönhet a, úgy általában a nyugati civilizáció Alfred Kinsey professzornak. 48-ban jelent meg a nagy műve a kutatásaiból, ami a férfiak szexualitását írta le, és 53-ban a nőkről szóló kötet. Tehát ő 56-ban már halott volt, tehát a 60-as éveknek a gyakorlatilag előkészítette a 60-as éveknek a forradalmát, ami... Na most, hogyha ti úgy képzelitek el... Különös tekintete a melegek megítélésére. Kinsey professzort, mint egy ilyen prehippi figurát, akkor nagyon tévedtek. Egy borzasztóan szigorú... Munkamániás tudós, aki... Ül a bogarai között, és millió bogarat kategorizál. Hát, mielőtt csak elkezdett volna az emberi szexualitással foglalkozni, ő... több mint 1 millió gubas darazsat gyűjtött össze. A gyereket találta meg az 1 millió modi gubas darazsat. És egy hatalmas terembe ül, ahol csak fiókok vannak a falba, és ott mindegyik fiókban 100 gubas darazs van. Most a gubas darazsak azért fontosak ebben a történetben, mert hogy itt a rendszertan a lényeg. Tehát a gubas darazsakon dolgozta ki azt a rendszertani
összefüggésrendszert, azt a komplex, leíró módszertan. Azt a hidegfejűséget, azt a szakmai alázatot, hát amivel utána hozzányúl. Igen, amelyet alkalmazott az emberi szexualitás feltérképezése során. Tehát itt azt kell érteni, hogy egy társadalomnak nem lehet kielégítő szexualitása, és ennek nyomán az egész társadalmi élet nem lesz egészséges, hogyha a szex az a lefolytásnak, a szorongásnak, a titkolózásnak, a tiltásnak és a szégyennek a kárhozatába van alá merítve. Tehát, hogy ezt fel kell hozni a felszínre, és úgy kell vizsgálni színre szín, tudományosan, ahogyan minden mást vizsgálni tudunk, és ezzel mi nem megfosztjuk az érzelmi hátterétől, vagy az érzelmi színezetétől a szexualitást, hanem csak a felszínre hozzuk, vizsgáljuk, beszélünk róla, és ezáltal megfosztjuk mindattól a félelemtől, szégyentől, szorongástól, és mindazoktól a tévutaktól, és mindazoktól akár évtizedes viszonylatban zajló frusztrációktól az emberi szexualitást, amely hát a nyugati civilizáció történetének a nagy részében jellemezte azt. Kinsey professzornak a filmben van egy nagyon beszédes elszólása, ami olyasmit mond a saját kutatásáról, hogy még soha ilyen átfogó vizsgálat nem készült az emberi állattal kapcsolatban. És ez egy nagyon-nagyon fontos állítás. Tehát, hogy itt az ember igenis egy állat. Jó, és ez, mint az, de ez nem jelenti azt, hogy nem az. Tehát igen, attól, hogy az ember több, mint állat, az nem jelenti azt, hogy ne lenne benne valami, ami állat. Pontosan. Igen, ez így igaz, de a Kinsey professzor azt is mondja a filmben, hogy a szexuális perverzió biológiailag normális. A többi emlős így meg úgy. Na most ez így igaz, de a probléma az, hogyha csak így nézünk rá az emberre meg a szexualitására, mert az ember az nem csak egy biológiai lény, az ember egy társadalmi lény is, tehát amikor arról filozofálgatnak, hogy mi a perverzió, hát a szexuális perverzió a biológiában nem létezik, tehát ő megállapítja, hogy biológiailag normális a perverzió az egy társadalmi fogalom, a társadalom elítél dolgokat, és azt perverznek tartja. Jó, csak én nem tudom, hogy milyen alapon ítél meg a társadalom bárkit, vagy bármit a társadalomnak, annak vannak nemi szervei, Azon az alapon, hogy a társadalom kívül elpusztulsz, és a társadalom egy közösség, egy összefogás, ami életbe tart minket. Szerintem meg a társadalom ítélje el azt, ami ártalmas. Tehát pusztán azért... Jó, fia, azt mondja, mi ártalmas, azért a folyamatos vita van. Társadalmi elítélés alá általában az kerül, amit a társadalom többsége nem mer megcsinálni, vagy amit a társadalom többsége szeretne, de tiltották tőle egész gyerekkorában. Ez igaz, ezért egy aztán stigmatizálva van, ezért aztán ez egy bűnös élvezet, ezért aztán legyen tilos másnak is, ne csak nekem. Ez igaz, ez egy az, olyan korszakra, ez bizonyos korszakokra igaz, amikor például vallási dogmákat kiforgatnak saját magukból, és az elfolytásnak az alapkövei lesznek, de amit most mondta, az nem igaz minden korszakra. A társadalmi normák, meg az, hogy mit tekintünk perverznek, meg normálisak, az nem csak azért születik meg, mert emberek én cselekvési szabadságomnak nem lehet máshol a határa, ahol egy másik ember méltóságának és biztonságának a határa van. Az én cselekvési szabadságom mindaddig terjedhet, ameddig a másik embernek a biztonságát és a méltóságát nem veszélyezteti. És aki ezen kívül bármi más definíciót használ, az képmutató, és aki más definíciót használ, az a saját gyengeségét, vagy a saját kvázi erkölcsösségét, valójában gyávaságát akarja rákényszeríteni a többségre. Ez akkor igaz, hogy a szabadságról csak úgy gondolkod, hogy korlát, és az individuum köré vont korlátok léteznek-e, és ha nem, akkor szabad vagyok, de hogyha a szabadságra úgy tekintünk, az valami olyan, amivel egymást ajándékozhatjuk meg, és igazán szabadok csak közösségbe lehetünk, mert senki se tud egyedül önmagában megélni. Ha a szabadsággal tényleg egymást ajándékozunk meg, akkor ez a fajta szabadság definíció nem működik. A igazából definíciója nem a szabadság, én arra. Igazából engem két dolog érdekel még a film kapcsán. Az egyik az, hogy 2010-ben ez téma, tehát az, amikor a valóságsókból, a reklámokból, a tévéből a tök ellentétje ömlik ránk annak, amivel szembe kellett nézni a 40-es években a prűd Amerikának. De mi most ezt a dilemmát visszavetítjük. Igazából múltkor beszélgettünk arról, hogy úristen, de örülök, hogy nem most kell gyerekként felnőnöm, mert amikor én gyerek voltam, akkor még füles mackó volt a tévében, hétfőn meg adásszünet volt, és ami most a tévében van, főműsoridőben, délután, délelőtt, attól én nagyon örülök, hogy azt nekem gyerekként nem kell végignéznem. Figyelj, a délelőtt, én nagyon szívesen megnéznék egy olyan filmet, akár életrajzi filmet,
mindez a Kinsey, amikor azt mutatják be, hogy a hippi forradalomnak a szexuális szabadosságát hogyan adták el pillanatokon belül, hogyan lett üzlet, és hogyan folyik a mai napig a nyakunkba ez a tényleg a most már néha perverz, és teljesen betegesen túlhajtott szexualitás. De te nem Alfred Kinsey professzorról beszélsz, hanem arról, ahova az a folyamat vezetett, amely úton ő elindult. Jó, akkor most adok bizonyítékokat arra, hogy a Alfred Kinsey professzorról is beszélek. Vannak jelentek a filmben, amiben teljesen beteg módon viselkedik, és teljesen jól bemutatja a film is szerintem, hogy nem beszélünk a kamasz fiunk és lányunk előtt, amikor kamaszok vagy gyerekek olyan szókimondóan, ahogy a Kinsey teszi őket, ez sokkolja és megbántja. Hát már amelyiküket, hát olyan, három gyereke van, és abból egyet sokkol, olyan, kettőt meg nem, és kettőt nem meg elég, felszabadultan ne, beszél róla, igen, és teljesen egészséges szexuális élete és családi élete lesz később. Igen, ahogy a Kinsey testvérét se sokkolt a prűd apjának, aki lelkész volt a hülyeségei, látszólag ügye, de nem elég, hogyha egy gyerekét sokkolja, tehát hogy egy fiatal, vagy egy kamasz, vagy egy gyerek, aminek éppen nyiladozik a szexualitása, az nincs arra felkészülve, arra a szókimondó nyelvezetre, meg mondatokra, amit az apja. De pusztán tehát azért, a Kinsey ugyanúgy elveti a súlykot, ahogyan az apja csak az ellentétjét csinálja. Mert a környezetének a nyomása alatt áll azért, mert a környezete, mert azt látja, hogy az ő apja az abnormális ahhoz képest, ahogyan a környezete viselkedik. Vagy mondok viselkedik. Még két példát, van egy vacsora jelenet, ahol az abortuszról kezd el beszélni. Szörnyű, borzasztó, vacsora közben abortuszról beszélni, hát ez rettenetes. Hát nem biztos, hogy mindenki szeret úgy finom falatokat a szájába rakni, hogy közben valaki az abortuszról beszél, vagy van egy temetési jelenet, egy tor, maga a temetés után, az anyjának a temetésén, ahol szintén a szexről kezd el beszélni, és akkor így értetlenül veszi, hogy ez sokkolja a többi embert. Van ezen a bizonyos egyetemen két professzor, és ők mintha antitézisei lennének egymásnak, Dr. Rice és Dr. Kinsey. Hát ők szöges ellentétét oktatják az egymás tanainak, úgyhogy hallgassatok bele előbb az egyikük, Dr. Rice, majd Dr. Kinsey előadásába. Az, hogy a szex emberi szükséglet, hazugság. Ha ez igaz lenne, az a fiú élni át a legnagyszerűbb szexuális élményeket felnőttként, aki rendszeresen edzi szexuális szerveit. Pedig pont, hogy az a fiú szexuálisan meg fog halni, mire felnőtt korba lép. Egy egyetemista korú fiúnak az önmegtartóztatás nem probléma. A férfiak 40 évesen érik el a szexualitás csúcspontját. Az alsóbb osztálybeliek, gyakran négerek, akik nehezen kontrollálják a késztetésüket. Ugyanakkor a tökéletes tilalom ideális törekvés ugyan, de nem mindig megváltható. A stressz és a mindennapok gondjai gyengülő elhatározáshoz vezetnek, mely kaput nyit a kísértésnek. Ha lefekvéskor feszült vagyok, néha kis trükkökkel lazítok. Ha nem tudok elaludni, csak behújom a szememet, és felsorolom a húsféléket. Jó, nem csak húst. Néha zöldségeket is. És a nyeles tojás? Tessék. Dr. Kinsey előadását csak a tanszék tagjai és hitvesű, végzett vagy végzős diákok és házasok hallgathatják. Próbáljátok tavasszal. Maga végzős? Mi egybe járunk. Gratulálok. Köszönöm. Mire jó egy házassági kurzus? Mert a társadalom beavatkozott a normális biológiai fejlődésbe, botrányos késedelmet okozva a szexuális aktivitásban, ami bajt okoz a korai házasságban. Zabolázatlan társadalomban 12 évesen tudják mindazt, amiről maguknak most előadást kell tartani. Tehát kezdjük a koitus folyamatának 6 szakaszával. Stimuláció, sikosítás, erekció, felfokozott érzékenység, orgazmus és idegi feloldódás. Mindkét nem egyenlő módon átéli mind a 6 szakaszt. Stimuláció. Ki tudja, melyik emberi testrészt nő meg a 100-szorosára? Ön?
Honnan tudhatnám? És koedukált osztályban nem kérdezhet ilyet. Én a pupillájára utaltam, ifjú hölgyem. Egyéb iránt el kell árulnom, szörnyű csalódás vár önt. Na hát elég erős a kontraszt a két előadás között, úgy gondolom. Körülbelül itt tartott az amerikai közvélemény körülbelül 80 évvel ezelőtt, és hát úgy gondolom, hogy nálunk se lehetett különösebben más a helyzet, ugye a Horthy rendszernek a közegében kell elképzelnünk Magyarországot és a szexualitásnak a nyilvánosságát, hát nem tudom, hogy mennyire lehetett erről beszélni, és milyen mértékben volt a dolog kibeszélve. Nyilván egy társadalom nem egységes, Amerikában is más keleti part, ami Európához hasonlít, meg más a közép-nyugat. De hogy most sem igazán jó a helyzet, azt igazolja a kis kedves SMS, amit kaptunk. Persze az orális szexből lesz méhen kívüli terhesség. Jó, ezt lehet, hogy nem tudom, hogy mennyire irónia, de nem. Köztudottan nem így van. A méhen kívüli terhesség is hasonlóképpen hasonló szexuális aktivitásnak a következménye, mint a méhen belüli terhesség. Például, na most itt a Liam Neeson az Alfred Kinseynek a szerepében egy egészen másfajta arcát mutatja. Sokkal keményebb, sokkal konzekvensebb, bizonyos tekintetben, bizonyos értelemben érzéketlenebb, mint azokban a szerepeiben, amikben igazán azt a Nella remelte lányban például, igen, azt, igen, a, ez azt igaz. Az arcát, azt a, vagy például a Férjek és feleségekben az a végtelenül, igen, érzékeny, igen, végtelenül empatikus, hihetetlenül finom, de itt se lelki, lelki és de itt se akarati gátja van ennek, hanem egyszerűen a személyiség nem engedi meg, hogy ennél világa van, ami kiül az arcára, itt pedig nem, itt egy sokkal merevebb, egy sokkal kockább figura az, igen, akit látunk. Van egy ilyen típus. És egyébként maximalista, és majdnem megöli magát a munkával, teljesen egyértelműen a szigorú elnyomó apjának próbál megfelelni, még felnőttként is a teljesítményével. Honnan tudott az önkielégítésről? Én találtam fel, fiam. Néha egy kötelet kötök a héréimre. Ismer más mazohista örömforrást is? Meleg vagyok. Milyen gyakorisággal közösül? 2-3-szor. Havonta? Nem, naponta. Hányszor él át orgazmust? Egyszer. Naponta? Nem, összesen. 20 éve történt, egyszer kerültem, és zenét hallgattam. Ez remek. Hány évesen volt szexuális élménye egy partnerral? 14. Hogyan? Kancából. Annyi évesen gyakran közösült állatokkal? Igaz. Pónit is dugtam. Maga zseni, honnan tudta? De most mondta, hogy lóval közösült. Nem. A kanca az kurva! Kurva! A válaszaim tipikusak? Normális vagyok. Normális vagyok. Normális vagyok. Hát erre a kérdésre csak akkor tudunk válaszolni, hogyha feltérképezzük, hogy a póninak jól esett az emberi állat szexualitását, és akkor ebből vonunk le következtetéseket arra vonatkozóan, hogy kinek a szexualitása normális és kinek nem. Szóval lehetséges, hogy átestünk a ló másik oldalára, de ott azon a bizonyos oldalán a lónak, ahol a 20. század első felében tanyáztunk, na hát ott is egy nagyon sötét világ volt, azért azt is lássuk. Így van, és azt gondolom, hogy most is vannak a társadalomnak, a magyarnak is olyan szegmensei, amik még a 40-es évek Amerikájában járnak, az is lehet, hogy akár a következő időszakban egyre többen lehetnek, tehát ez azért egy összetett dolog. Hogyan értékeljük a mára rendelt filmjeinket? De a Férjek és feleségek szerintem simán egy 8-as film. Szerintem egy 7-es. A Nella remete lánynak én egy 6-ost adnék. Azt én csak egy 4-esre tudom, sajnos. A Seraphim Falls az viszont 8-as. A 10-es skálán. Az egy 6-os. 6-os? Hát azért nem olyan jó, mint a Férjek és feleségek. A Kinsey pedig szintén 8-as, legalábbis szintén szerintem. Szintén 6-os. Hát úgy veszem ki, hogy nem vagy elragadtatva azoktól a filmektől, amelyekben a Liam Neeson játszik. A Férjek és feleségek nagyon jó volt, a Seraphim Falls egy nagyon kellemes meglepetés, 4 évvel ezelőtti film, nem is hallottam róla. Úgyhogy, és a Kinseyet imádom, az ilyen életrajzi filmeket. Ez az egyik legjobb életrajzi film. A Nell kivételével hálás vagyok mindáromért. Ez az egyik legjobb életrajzi film, amit valaha láttam. Hát kedves hallgatók, ennyi. Ennyi fért mai műsorunkba, hogy az Ordas Média közhelye léjek. Holnap 3-tól 5-ig újra itt leszünk, úgyhogy tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!